Sziasztok, Sestilinszki vagyok a Stoppos hajónaplóval. Ezen a héten végre kezd beindulni az élet a CitizenCon után, hiszen nem csak az Inside Star Citizen tér vissza, hanem a Star Citizen Live is, de tekintve, hogy belevágtunk a novemberbe, havi jelentés is érkezett. Most nézzük a hetet részletesen. A hét elején továbbra is frissítéseket pakolgattak össze, megjelent a szokásos This Week in Star Citizen, és továbbra is elérhető egy Avenger Titan kezdőcsomag 25%-os kedvezménnyel a boltokban. Ha te is vásárlás előtt állsz, akkor az account regisztráció előtt mindenképpen válasz egy referálkódot a videó végéről. Ezt később nem fogod tudni megadni, és mind neked, mind a kód tulajdonosának előnyei származnak belőle. A csomag linkjét megtaláljátok a videó leírásában. Kedden késő este megérkezett a 3.24.2 a live szerverekre, de egyelőre nem hoztak komolyabb javulást a teljesítményekben, remélhetőleg a 3.24.3 az IAE alatt rendbe fogja tenni azokat. Kiderült, hogy mik a novemberi előfizetői jutalmak. A Centurion szintű előfizetők egy furcsa, lila plüssdobókockát kapnak a különböző hajómárkákkal, így aki nem tudja eldönteni, hogy melyik gyártó összes hajóját vásárolja fel a közelgő expón, annak ez segíthet. Az Imperátor szintű előfizetők emellé egy Crusader székkel is gazdagodnak, amivel dekorálhatják a hangárjukat vagy akár a hajójukat is. Ezen kívül megvásárolható az előfizetői boltban egy Eresi karosszék és egy Envil szék, valamint ezek kombinációi is. Szerdán felfedték a CitizenCon Goodies Packben eddig rejtve maradt tárgyakat, kicsit az az érzésem, hogy ezekről elfeledkeztek az előadások alatt. Bemutatták a trófeát, ami egy kis szárnyra hasonlít, egész tetszetős lett. Ezen kívül a csomag tulajdonosai kapnak egy vandul koponyát, azonban arról, hogy ez valódi, organikus módszerrel készült-e, vagy csak replika, nem ír a Spectrum Post. Végül egy dűne homokszörnyekkel is rokonságot mutató Valakkár plüst kapunk. Ez egy homokszörny plüs, ha valaki más mond, ne higgy neki. A szerdai napon emellett megkaptuk a bevezetőben már említett Star Citizen havi jelentést is, nézzük, mivel mulatták az időt októberben a fejlesztők. Az AI csapatok a Stentoni települések és a pályai állomások NPC-inek viselkedésével foglalkoztak, de dolgoztak a 4.0-ban tapasztalható harci viselkedéseken, a gyógyítási, újratöltési funkciókon és animációkon, de a hajókezelésük is kapott javítást. Az animációs csapat a játékos interakciókkal foglalkozott, valamint állatkodtak is kicsit, mivel dolgoztak a valakkaron, az űrteheneken és a kopionokon. A hajó és a karakterár csapat a CitizenConhoz készített anyagokat, de csináltak új testpáncélokat és végső polírozást kapott a Polaris és a Starlancer Max. Ezen kívül kettő még be nem jelentett hajó is a munkálatok végéhez közeledik, és számos további haladt a Greybox és Whitebox fázisában. Hamarosan pedig elkezdődik 6 új jármű gyártása is. A közösségi csapat a vananappal volt elfoglalva, a gazdasággal foglalkozó csapat pedig tovább munkálkodott Pyro gazdaságán. A küldetés tervező csapat a Safe Stanton küldetésláncot készítette, valamint csináltak ahhoz egy naplóbejegyzést is, ahol követni lehet a személyes előrehaladásunkat. A küldetésrendszer átalakítása, ami a 4.0-ához kell, szintén az utolsó fázisba lépett, ezen kívül elkezdték tervezni a gildek által adott feladatokat is. A narratív csapat is a szitkonnal foglalkozott, ezen kívül pedig a hónap során megjelent lore cikkeket írták meg, mint az Idris története, a Wildstar Racing és emellett az októberi Jumppoint magazint is összehozták. Az online technológiai csapat keze alatt a 4.0-hoz kapcsolódó feladatok izzottak, belső teszteket végeztek a Server Meshing backend social rendszerével és a küldetésekkel, a kutatófejlesztő csapat pedig a dinamikus időjárás bemutatásához nyújtott segítséget, amibe beletartozik az eső erősségének megjelenítése, a felhők fényáteresztésének változása és a talaj megváltozása az eső hatására. Végül a VFX csapat a közelgő járműveken és a CitizenCon bemutatókon dolgozott. Csütörtökön kiadták a 2954-es Intergalactica Aerospace Expo menetrendjét, ahogy már megszokhattuk, naponta jelentkezik majd új gyártó, amelyek mindegyike 2-2 napig lesz elérhető, ezt az Apex és a Zenit kiállítóterem segítségével oldják meg. A show a Crusaderrel és a Tambrillal kezdődik november 22-én, és a gyártókat december 1-én az Envil Aerospace gyárja. Ezen a napon még külön kiállítást kap a Best in Show győztes választéka, ahol a jelek szerint testpáncél és kézifegyver kiállítás is lesz, majd december 2 és 5 között jön a záró rendezvény, ez alatt általában minden hajó kipróbálható lesz ingyen. De az IAE alatt ingyenes próbaidőszak is lesz, így ha kipróbálnád a játékot, akkor eljött a te időd. Ha így teszel, ne felejtsd el, hogy még csak alfa fázisban van, és bizony vannak bugok. És ha én mindig kitartasz, akkor a regisztrációnál használj referálkódot a videó végéről, ahogy a Titán csomagnál is említettem. Visszatért az Inside Star Citizen is, de egyelőre a szitkon készületekkel, és mivel a játék fejlesztése szempontjából ez érdektelen, ezért így most erre nem is térek ki. A jó hír viszont, hogy innentől valószínűleg heti rendszerességgel jönnek majd az ISC-k, tehát lesz szórakozásunk.
A péntekkel kapcsolatban el kell mondanom, hogy egy nagyszerű nap volt, és nem sokára kitérek arra is, hogy miért. Polaris. De először nézzük az RC10 live-ot, amiben a karakterekkel, azok felszereléseivel és élőlényekkel kapcsolatos kérdésekre válaszoltak. Először a különleges ruhák, például a bányász és gépész ruhák kerültek szóba, és elmondták, hogy úgy kell elképzelni azokat, hogy valamilyen beépített funkciójuk lesz, ami segíti az adott szakmát. A bányász ruha például beépített szkennerrel rendelkezne, ami a sisakkijelzőre kivetítve azonosítaná a közeli érceket. A roncsfeldolgozó ruhában például tárhely lenne, ahol tárolni lehetne a kinyert alapanyagokat. Mivel így több adag űrruhára is szükségünk lehet, ezért tervben van a hajókon található páncéltárolók beüzemelése, hogy a játékosokat lerakhassák, amire épp nincsen szükségük. Itt lesz lehetőség elmenteni a különböző öltözékeket is, így gyorsan lehet majd változtatni a ruhák között. Minden páncél belesorolva a különböző harci vagy munka kategóriákba, így a weboldalon kaphatóak is. Lesznek további kategóriák is a páncéloknál, például orvosi és sekkelés segítő páncélok, és nagyon fontos szempont lesz mindegyik esetében a védelem, valamint a mobilitás. Nem lesznek külön ork páncélok, a cégek találhatnak majd egyedi páncélterveket, de nem lesz különleges tulajdonságuk attól, hogy egy ork gyártja őket. A páncélok többségét viszont a gildeken keresztül lehet majd megtanulni. Az előfizetői páncélok terveit is megkapják majd a tulajdonosok, ha bekerül a gyártás a játékba, de ez nem a visszaszerző automatát fogja kiváltani. A tavaly mutatott ruhákra akasztható plusz zsebek továbbra is szerepelnek a tervek között, de jelenleg nincsenek aktív fejlesztés alatt. A hajóban, a székekben ülve a repülés során a hátizsákot le kell majd venni, de dolgoznak egy automata módon, hogy ez a leüléskor magától megtörténjen. Tervben van külön öltözet a dzsungelekhez és a mocsarakhoz, és akarnak készíteni olyan hátizsákokat is, amiket az utcai ruhákhoz lehet felvenni. És ahogy a Citizen Conon is mutatták, bizonyos páncélokat fel lehet majd venni ruházatra is. Valamilyen ejtőernyőt helyettesítő megoldáson dolgoznak, ez nem jetpack lesz és nem is igazán ejtőernyő, de egyelőre elég titokzatosan beszéltek erről. A valakkárral kapcsolatban felmerült, hogy meg lehet őt ölni egy A2-es bombájával, de az valószínűleg elpusztítja majd a belőle kinyerhető értékeket. A zürgiliszta amúgy nem küldetés lesz, olyan eseményként akarják megoldani a vadászatot, amire a csapatnak fel kell készülnie és együtt kell működnie. Ha nem sikerül a vadászat és menekülniük kell, akkor a valakkár válhat a vadásszá, mivel üldözni fogja őket. A valakkárok emberi segítséggel, csempészéssel terjedtek el az univerzumban, és ami izgalmas, hogy nem ők a legnagyobb élőlények. A vadállatok szelídítése egyelőre nem szerepel a fejlesztési tervek között. Új állatok közül egy Torluk nevűre számíthatunk még a valakkárok előtt, és egy még meg nem nevezetre utána. A valakkár már játszható demo verzióban, természetesen belső verzióban, de még az ütközés modelljén és bizonyos animációkon kell dolgozniuk. Ez igen izgalmas Star Citizen Live rész volt, és a nap így is folytatódott, mivel bejelentették, hogy készítenek egy 3.24.3-as frissítést a PTU-ra, ami már tartalmazni fogja a Polariszt és a Starlancer Maxot is. A frissítést magyar idő szerint éjszaka aktiválták is, és valóban bekerült a fenti két hajó. Azt kell mondanom, hogy mindkettő hihetetlenül jól sikerült, és bár számomra nem a Polaris a leginkább várt hajó, azért nagyon jó érzés volt végre végig sétálni benne úgy, hogy 2016 óta a hangáromban pihent. A hajót az első hullámba tartozó tesztelők és tulajdonosok tudták lehívni. Emellett természetesen mentek a 4.0 verziók az evokati részére, és bejelentették a Star Citizen Comms Dive nevű kezdeményezésüket. Ez a patchwatchhez hasonlóan arról szól, hogy bizonyos fejlesztésekről részletesebben beszámolnak a közösségnek, és várják azokkal kapcsolatban a visszajelzéseket, amiket aztán eljuttatnak a megfelelő fejlesztő részlegükhöz, de a különbség a kettő között az, hogy míg a patchwatch kifejezetten a frissítésekhez érkező tartalmakról számol be, addig a Comms Dive nincs így megkötve, bármilyen fejlesztés ide kerülhet. A kezdéskor olyan témákat jelöltek meg, mint a precíziós célzás, amivel az egyik céljuk az, hogy a nagyobb hajók komoly fenyegetést jelentsenek a vadászokra, vagy a barlangok térképe. Itt ha felfedezünk egy barlangot, akkor a térkép folyamatosan rajzolódik nekünk, és ha később visszatérünk oda, akkor az már el lesz mentve, hozzá fogunk férni. De a most érkezett Polaris pontvédelmi ágyúi is felkerültek a listára, amiken még állítgatnak, de valószínűleg több hajóra is kiterjesztik majd, mint ahogy a Koniknál már láthattuk is. Ezzel a hét végére értünk. Köszönjük a sok-sok UEC-et, amit a patreon.com/stoppos oldalon keresztül kapunk, és mindenkinek hálásak vagyunk, aki bármilyen platformunkon velünk tart ezen a hosszú utazáson. Ha még nem tettétek, kövessétek rendszeresen a weboldalunkat, a starcitizen.hu-t, és csatlakozzatok a Discord szerverünkhöz is, ahol hozzád hasonló emberek várják a Star Citizen újabb és újabb fejlesztéseit. A Discord szerver linkjét megtaláljátok a videó leírásában. Vigyázzatok magatokra, és találkozunk a Stanton rendszerben. Stinsky? Stolinsky. Good job, Stolinsky. Yes, good job, Stolinsky. So